Békesség néktek! Az 1 Tesszalonika 5.13-ban azt mondja Pálapostól, hogy legyetek békességben egymással. Itt, hogy az erdő szélén jártam, olyan nyulakkal találkoztam, amelyek most különösen szelidek, közelengednek magukhoz. Itt a hátam mögött látok egy kis pontot, itt az ujjam hegye az. Ez egy nyuszi, szabad szemmel sokkal jobban látható és nagyon közel van hozzám és van uh, békességben el vagyunk, ő se bánt engem, én sem bántom őt. Megpróbálok közeledni hozzá, hogy jobban lássátok, aztán biztos el fog szaladni, egy háttal közeledek, ez a kis szürke pontocska itt mellettem, ez a nyuszi, nem tudom mennyire enged közel magához, mennyire békés természetű, de úgy tűnik, hogy ő, ő nagyon békés természetű, lekuporodok ide mellé, jobb lenne, ha jobban látnátok, de hát uh, annyira azért nem láthatjátok nagyon jól, de így békében meg vagyunk egymással. Más esetben elszaladnak a nyulak, de ő békésen legelészik. Most egy ilyen időszakuk van, amikor valahogy megbátorodtak. Nagyon jó lenne, ha nekünk is lennének ilyen időszakaink. szegény palesztinok és izraeliek ugye régóta kezdettől fogva nem tudnak egymással békességben élni, és kitört most a szomorú háború rengeteg véráldozattal. Nagyon sokszor vannak ilyen háborúink egyébként lelki értelemben, családon, házasságon belül, gyülekezeten belül. Miért ne lennénk mi olyan szelíd természetűek, mint ez a nyuszi, aki közelenged magához, és békességben vagyunk. Ha ez egy medve lenne, vagy egy ragadozó tigris, amely itt vicsorít és a fogait, akkor én semmilyen békességben beszélnék, hanem szaladnék, és a menekülésről készítenék videót. Így most azonban tudok a békességről videót készíteni, mert ez a nyúl is békés, és én is békés vagyok, és egymással is békességünk van. Ha benne nyugalom van, és ha bennem nyugalom van, akkor tudunk egymással igazán békességben élni. Ha az egyikben félelem van, akkor vagy menekül, vagy támad. A félelemnek ez a két kitörési pontja van. A támadás nem a bátorságot jelzi egyébként. A bátorságot a békességfém jelzi. A, a félelem egyik jele a támadás, a harc. Hát kedves testvéreim, annyira csak rajtatok áll, éljetek békességben egymással, tapasztald meg ez bőségesen. Az Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg a szívedet, gondolatodat a Krisztus Jézusban, és a te közösségedet a feleségeddel, a férjeddel, gyerekeiddel, gyülekezeti tagokkal, még nem hívőkkel is. hogy az Isten, hogy ez a békesség legyen jellemző ránk. Sőt, amikor másokat elural a félelem, gyűlölettel tekintenek ránk és üldöznek minket, ha mi Istennel békességben vagyunk, akkor az egy csodálatos nyugalmat fog nekünk adni a próbák az üldöztetés közepette is. A béke az, ami két ember vagy két ember csoport között van, a békesség az, ami az ember és Isten között van. Adjon az Úr neked békességet. Na, nézzük akkor ezt a nyuszit közelebbről. Meddig enged? Hát most már el is szaladt, látjátok, hogy elindult. Egy picit azért megijedt tőlem, mert én vagyok a nagyobb, de szeretném neki elmondani, kedves nyuszi, tőlem nem kell, hogy félj, az Istentől se kell félni, és egymástól se. Legyetek békességben egymással. Ámen.